Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Csobán Katics Bernadett vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Flórián nap. Kitüntetést és jutalmat vehettek át Bonyhádon Tolna megye tűzoltói. Félmaraton Szekszárdon. Hegyen völgyön átfutottak a résztvevők. Programot hirdettek a polgárőrök, cél a kis települések biztonságának fokozása. Határtalanul program, erdélyi és felvidéki diákok voltak a vendégek. Bonyhádon tartotta Szent Flórián napi ünnepségét a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Az állománygyűlésen számos tűzoltó vehetett át kitüntetést és jutalmat. Filóné Ferenc Ibolya, Bonyhád város polgármestere azt mondta, megtisztelő felkérésnek tehetett eleget a város azzal, hogy helyszínt biztosított ehhez az ünnepséghez. Közös a célunk, a város lakóinak védelme, és ez egy olyan közös cél, amiért érdemes együttműködnünk. Filóné Ferenc Ibolya, Bonyhád város polgármestere köszöntötte a megjelenteket a tűzoltók védőszentjének napja alkalmából megrendezett ünnepi állománygyűlésen. A polgármester beszédében kiemelte, hogy Bonyhád településének történetében a tűzoltás, a tűz elleni védekezés szervezet formája több mint 140 éve van jelen. Balázs Gábor, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója hangsúlyozta, hogy minden évben valami évfordulóhoz, valami jeles eseményhez kötik a helyszínválasztást. Idén a megyében nem volt ilyen, de okkal adott Bonyhád teret az ünnepi eseménynek. Az ország több mint 650 tűzoltó, önkéntes tűzoltó egyesülete közül 2021 évben a legjobb eredményt elérő önkéntes tűzoltó egyesület, így az év tűzoltó egyesülete a Bonyhádi Tűzoltó Egyesület lett. A dandártábornok ünnepi beszédében köszöntötte a megye valamennyi tűzoltóját, majd a tűzrendészet múltját elevenítette fel, ezután került sor az elismerések átadására. Értékelnünk kell azokat, akik valamivel mást, valamivel többet tesznek a társaiknál, és olyan hozzáállást tanúsítanak, amely figyelemre méltó. Nagyon sok, több mint 30 kitüntetés és díj kerül átadásra, amelyet vagy a Hivatásos Katasztrófavédelmi Szerv, vagy pedig a Tolna megyei Tűzoltó Szövetség fog átadni. A Tolna megyei Tűzoltó Szövetség dísztárgyutalmát vehette át 30 éves szolgálati viszonyának elismeréseként Folkman Norbert, a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka, aki a megalakulása óta aktív tagja Tűzoltó Egyesületnek, és mint mondja, egy jól összeszokott csapattal látják el a feladatokat. Körülbelül olyan 30-32 fővel rendelkezik most az Egyesület, ebből olyan 10-12, aki állandó vonulós, és tudunk rájuk számítani. Az állománygyűlést a Mecsek Nádasdi német nemzetiségi tűzoltózenekar és a Kránclány néptánc együttes műsora, valamint Füleki Zsófia szavalása színesítette. Az élelmiszeripar nemzetközi szinten is kimagaslóan innovatív ágazat. A belföldi vállalkozások igyekeznek a fejlesztői attitűddel lépést tartani, és újításaikkal megfelelni a jelenlegi fogyasztói igényeknek, emelte ki az Agrárminisztérium hétfői közleménye szerint az élelmiszerlánc felügyeletért felelős államtitkár. Erdős Norbert azt mondta, a koronavírus járvány után a magyar élelmiszeripar jelentősége rendkívüli mértékben megnőtt, ezért a kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy segítse az innovatív megoldásokat kereső hazai vállalkozásokat, és lehetőséget teremtsen számukra. Hozzátette, az AM által meghirdetett komplex élelmiszeripari felhívások célja, hogy előremutató hazai és külföldi piacon egyaránt versenyképes termékek előállítására ösztönözze a szektor szereplőit, köztük a kis- és középvállalkozásokat is. Két év kihagyás után újra rajtozáltak Szekszárdon a futás szerelmesei. 6, 10, 16, 23 és 30 kilométeres távok közül választhattak, utóbbit két, illetve három fős csapatokban is teljesíthették. A rövid városi szakasz után a versenyzők útja völgyeken és szurdokokon keresztül egészen a kilátóig vezetett. Így rajtolt el a félmaraton mezőnye a szekszárdi Béla térről. 2019 után ismét megrendezték a térség legjobban várt versenyét, ami igen nagy népszerűségnek örvendett a futók körében. A gyermekek és szüleik egy rövidebb távon, még a profi futók egy 30 kilométeres dombos szakaszon mérték össze erejüket.
Posztobányi Zoltán kalocsai futónagykövet elmondta. A rendezvény hangulatának köszönheti, hogy évről évre visszatérője a versenynek. A frissítőpontokon kapható fröccs pedig egyedi sajátossága a sorozatnak. Kalocsáról jöttünk, nem is tudom hirtelen, tehát ilyen 8-10-en jöttünk, hát a 10 kilométertől a 30-ig szerintem minden van. Nagyon jól érezzük magunkat itt ezen a rendezvényen, szeretünk ide járni, tehát most már 10 éve, hogy én legalábbis először voltam, és azóta az elmúlt 2 év kivételével mindig itt voltunk. Tóth Ferenc Dunaújvárosból érkezett futó elárulta. Igaz, hogy több mint 1000 futott kilométerre van már az idén, de a domborzati viszonyokat lehetetlen szimulálni a lakóhelye közelében. Küzdelmes 30 kilométerre számolok, biztos vagyok benne, hogy sokszor fogom átkozni magam, hogy ismét eljövök, hogy eljöttem, de amikor majd jövünk már le a kilátóból ide-vissza a célba, biztos vagyok benne, hogy jövőre is itt leszek. A szervezők nem csak az élvezetes pályáról és a jó hangulatról, de az est lezárásának tekinthető vacsoráról és mulatozásokról is gondoskodtak. Újabb az ukrajnai háború elől menekülőket segítő jogszabályt fogadott el a kormány. Hétfőtől a kormányablakokban is benyújtható a menedékeskénti elismerés iránti kérelem, közölte a miniszterelnökség hétfőn. Hozzátették, egy kormányrendelet értelmében május 9-től ezt már nem csak az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság ügyfélszolgálatain, hanem valamennyi kormányablakban el lehet intézni. Menedékes státusz iránti kérelem előterjesztésekor először egy elektronikus rendszerbe kell feltölteni az adatokat, majd személyesen megjelenni a menekültügyi hatóság előtt. Az Országos Polgárőr Szövetség 2022-ben fő célkitűzései közé emelte a kis településeken élők biztonságának fokozását. A program a Magyar Falu 100 címet viseli, melynek keretében az önkormányzatokkal és a rendészeti szervekkel együttműködve kívánják biztosítani az emberek szubjektív biztonságérzetét. A programnyitóra Dunaföldváron került sor. A fő küldetés, a cél, hogy azokon a településeken, ahol nem működik polgárőr egyesület, ott hozzunk létre, támogassuk azt, hogy a szomszédos településen működő egyesület működését terjesszük ki. Mondta Szabó Zoltán, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai elnök helyettese, a Magyar Falu 100 program igazgatója. A nyitó értekezleten szó esett arról, azokon a településeken, ahol jól működő polgárőr egyesület van, megnő a lakók biztonságérzete, és ez növeli a kis települések megtartó képességét. Horváth Zsolt, a rendező Dunaföldvár polgármestere azt mondta köszöntőjében, biztonságos település elképzelhetetlen a jól működő rendőrség, valamint a polgárőrség és a helyi civil rendészeti szervek közreműködése nélkül. Csapó Gábor, az ORFK osztályvezetőjének szakmai tapasztalatai azt mutatják, nincs olyan bűncselekmény típus, amely kifejezetten a kis településeken fordulna elő. Nincs egy állandó recept arra, hogy melyik településnek mire van szüksége. Tehát nyilván vannak sztenderdek, de önmagában az, hogy egy recept lenne Magyarország összes településére, ez nincsen. Minden településnek más a lakosság összetétele, a szerkezete, a földrajzi helyezkedése. Szóval a rendőrségnek egyenként kell ezeket megvizsgálni és eldönteni, hogy ott konkrétan mire van szükség. Tudós András, a Polgárőr Szövetség elnöke kifejtette, a program során minden új egyesület anyagi támogatásban részesül majd 300 ezer forint értékben. Emellett a szükséges technikai bázist is kiépíti. Részben szeretnénk egyfajta közösségépítő egyesületet, közösséget a településre vinni. A cél az, mondta Tudós András, hogy 2022. decemberére 74 új kistelepülésen működő szervezettel bővüljön a Magyar Polgárőr Szövetség. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 405, szombaton 397, vasárnap 488 jogellenesen az ország területén tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek át az ideiglenes biztonsági határzáron a katonák és rendőrök. Az elmúlt héten az ország területén 2536 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. Emellett az elmúlt héten a horvát, a román és az ukrán határnál, valamint az ország belsejében 22 határsértőt fogtak el, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt
35 gyanúsított ellen indult eljárás, derült ki a rendőrség összesítéséből. Erdélyi és felvidéki diákok voltak a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Percelmór Technikum és Kollégium vendégei. Az iskola ugyanis két csoportot fogadott a Határtalanul program keretében. A fiataloknak többek között a várajai parkerdőben szerveztek játékos vetélkedőt. Mindenki kap egy menetlapot, amin van egy sorrend. Ezt a sorrendet kell tartani a különböző állomásoknál. A békaugrás elnevezésű játék szabályait ismerteti Bischoff Tamás, a Tolna megyei szakképzési centrum Percelmór Technikum és Kollégium tanára. A játék lényege, hogy a csapatok egyik állomásról a másikra haladnak, ahol különböző együttműködést igénylő feladatokat kell megoldaniuk. A Bonyhádi intézmény a Csíkszeredai Kóskároly szakközépiskola és az Ógyallai műszaki és gépesítési szakközépiskola tanulóit látta vendégül a Határtalanul program keretében Váralján. Ennek lényege az ország határain kívül élő magyarság megismerése, valamint a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakítása. Köthetünk új barátokat, szerethetünk, megismerhetünk másokat. A Marson vagyunk, ezek a biztonságos kráterek, és ebből nem szabad kilépnetek. És akkor kapjátok meg a max pontot, ha mindenkiben marad a kráterben. Jó volt, nagyon-nagyon jó volt. Úgy látom, hogy egyre közelebb kerülünk egymáshoz, és nagyon jó, mert jó a hangulat, és jók a foglalkozás. Simon Mária, a felvidéki szakközépiskola egyik tanára azt mondja, hogy a programsorozatnak köszönhetően határokon átnyúló barátságok születhetnek, illetve sok diák még nem járt az országban, így számukra ez egy remek lehetőség. Nagyon színes a program, mi hétfőn érkeztünk, és kedden opusztaszerem voltunk, láttuk a fesztikörképet, a fiúk nagyon élvezték, mert ugyebár pár kilométert legyalogoltunk, és tegnap pedig Budapesten voltunk, megnéztük a Budai Várat Erika tanárnőnek a vezetésével, nagyon gazdag, színes programot kínált, aztán Budáról átsétáltunk Pestre, ott megnéztük a parlamentet, az is nagy élmény volt a fiúknak, és ma pedig itt piknikezünk Váralján. A Határtalanul program keretében a Csíkszeredai 6., az Ógyallai iskolával pedig második alkalommal működött együtt a Percelmór Technikum. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Naponta éri támadás a keresztényeket, az üldözötteket segítő programról beszéltek Pécsett. Új képzést indíthat a Sellyei Mezőgazdasági Technikum, termőre fordult a kísérleti paradicsom és paprika az üvegházban. Könyvtár éjjel-nappal, kölcsönző automatát adtak át Kaposváron. Mit és hol segít a világban a Hungary Helps program? Miért kell segíteni a Közel-Keleten vagy Afrikában a keresztény közösségeket? Ezekről számolt be Pécsett a programot irányító államtitkár. Ismertetőjéből kiderült, a legveszélyeztetettebb vallás tagjai a keresztények a földön, akiknek naponta kell életükkel fizetniük a hitükért. Az üldözötteket segítő Hungary Helps 5 éve indult. A megtett útról, eredményekről számolt be pécsi középiskolásoknak az államtitkár. Ez egy nagyon ősi keresztény földön, 2000 éve jelenleg itt a keresztény ember. Előadást tart pécsi középiskolásoknak a miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkára. Azbej Tristan pénteken mutatta be a fiataloknak, hogyan segítik a Közel-Keleten vagy éppen Afrikában a keresztény közösségeket, akik üldözésnek vannak kitéve szülőföldjükön. A kereszténység a világ legüldözöttebb vallása, az számokkal oly módon fejezhető ki, hogy a világon napjainkban 360 millió olyan ember van, akiket a keresztény hitük miatt diszkriminálnak vagy üldöznek, fenyegetnek terrorszervezetek. Naponta 16 embert gyilkolnak meg a keresztény hitük miatt, évente közel 10 000 keresztény intézményt ér a világon támadás. Az államtitkár az előadás utáni sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy Ukrajnában is jelen vannak.
A Hungary Helps programon keresztül a magyar kormány nem csak az üldözött keresztényeket segíti, hanem más válságövezetekben szenvedő közösségek tagjait is. Éppen ezért a Hungary Helps programon keresztül a magyar kormány az elmúlt 2 hónapban több mint 2 milliárd forint értékben juttatott el segélyszállítmányokat, illetve támogatott karitatív akciókat a háború sújtotta Ukrajna területén. A program megismertetését a megyei önkormányzat is segítette. Úgy gondoltuk itt Baranya megyében is, hogy fontos az, hogy egy ilyen fontos missziót és szolgálatot teljesítő programot, amelyet a magyar kormány indított, de mindannyiunk közös programja, hiszen a magyar adófizetők forintjaiból támogat és finanszíroz az ország. Annak a tapasztalataival, az elért eredményeivel itt Baranyában, Pécsett is megismerkedjenek az itt élők. A mai előadást elsősorban a fiataloknak szerveztük. Közel 300 fiatal hallhatott pénteken a programról, az üldözött keresztényeket segítő akciókról. A különböző pécsi középiskolákból érkezett diákok több csoportban követhették az államtitkár előadását. A Hungary Helps 2017-ben indult, és a világ 50 országában segítette a keresztény közösségek megmaradását. 3 lehetőség közül választhatják ki a pécsiek a város új szlogenjét. A jelmondatokra online lehet szavazni, de fontos, hogy csak pécsiek voksolhatnak, mégpedig egy alkalommal. Május 18-án 12 óráig tart a név nélküli szavazás. A résztvevők pedig a Pécs a megnyerő város, az évezredek pezsgése és a mediterrán szerelem szlogenek közül választhatnak. A pécsiek dönthetnek a város szlogenjéről. Az ötlet, hogy a Baranyai megye székhelye egy mottót kapjon, már évekkel ezelőtt megfogalmazódott. Sokakban a kulturális főváros cím még élénken él, ezt szeretnék felfrissíteni a projekttel. Emellett az ötletgazdák szerint bár külső szemmel kívülről szép, értékeket felvillantó, de statikus hely a város, amit szintén szeretnének megváltoztatni. Arra gondoltunk, hogy azért Pécs arról is híres, hogy itt azért egy nyüzsgő élet van, turisztikai szempontból is vonzó a város. Rengeteg diák van, fiatalok vannak, és azt gondolom, hogy a befektetés ösztönzés kapcsán is sikerült az elmúlt években előrelépnünk, ami azt jelenti, hogy gazdaságilag is sikerült egy élénkebb jelent megjelenítenünk. Ezért is indítottak online szavazást arról, mi lehetne a leghangzatosabb jelmondat. 3 lehetőség közül lehet választani: Pécs a megnyerő város, évezredek pezsgése és mediterrán szerelem. Korábban 1 hónapon át várták a pécsiek ötleteit, majd egy zsűri választotta ki a 3 legjobbat az 58 szlogenjavaslat közül. Május 4-től indult a szavazás, 2 héten keresztül áll majd rendelkezésre online formában, és május 18 délig várjuk a szavazatokat. Mindenféleképpen felhasználjuk az ebből kapott információt, hogy végül ez lesz a város szlogenje vagy más, az arra még itt nem merek ígéreteket tenni, hiszen ez nagyon sok mindenen múlik. Ugye van mellette egy szakmai munka, vagy inkább a háttérben egy szakmai munka, amely szintén erre befolyással lesz. A szavazás név nélkül zajlik, és mindenki egyszer voksolhat. További fontos információ, hogy csak a pécsiek vehetnek részt a szavazásban. Jó minőségű, értékesíthető terményt állítanak elő a márciusban átadott Sellyei üvegházban Baranya megyében. A modern építményben már megkezdték a paradicsom szedést. Az üvegházra képzési tematika készült, így szeptembertől új szakon tanulhatnak a technikumba jelentkező középiskolások. Drótkötélzetre függesztett lukas rendszerben termesztik a paradicsomot és a paprikát ebben a délbaranyai üvegházban. Az épületet márciusban adták át, amikor még növekedési fázisukban voltak a növények. A hét elején azonban elkezdték a termést szedni. Az eredmények nagyon jók, az üvegházban ezentúl oktatás is zajlik majd, erről kérdeztük a technikum vezetőjét. Szeptembertől kertészképzés is indul az üvegházra alapozva. Ez jelentősen javítja az iskolának a képzési kínálatát, és nem utolsó sorban szép bevételünk is lesz a paradicsomból, paprikából. Mint megtudtuk, az agrároktatások között a kertész szakmai képzés nyújtja a legszélesebb körű ismereteket. Szőlőtermesztés, gyümölcstermesztés, zöldség, gyógynövény és dísznövénytermesztés, valamint a kertek építése és gondozása mind az oktatás részét képezik, így az itt végzettek korszerű tudással kerülnek ki, akik a termesztő berendezésekkel azonnal dolgozni képesek. Somogyi Antal hozzátette, hogy egy agrármérnök és egy kertészmérnök is dolgozik az üvegházban, hogyha az amúgy
teljesen automata rendszert felügyeljék, és kártevő megjelenése vagy egyéb más probléma esetén beavatkozhassanak. 1000 négyzetméter az üvegház, ebből olyan most jelenleg közel fele paprika, fele paradicsom. Majd meglátjuk, hogy milyen növényekkel. Tehát ez nekünk a tanuló évünk, a kollégáim, a kertészmérnök kollégák is tanulják még a technológiát, mert ez nem úgy működik, mint eddig, hogy földbe beültetjük a palántát és dől. Ez egy talaj nélküli művelési mód. A termés szedését speciális eszközökön állva végzik, hogy minél kevesebb hatás érje a növényzetet. A tervek között szerepel, hogy a tetőüveget speciális hővédő anyaggal vonják be, amely megakadályozza a ház túlmelegedését. Ezt egy speciális drónnal szeretnék megoldani, melyről heteken belül híradónk is beszámol majd. Kölcsönző automatával bővítette szolgáltatásainak körét a kaposvári könyvtár. Az egyszerűen kezelhető berendezésnek a legnagyobb előnye, hogy a nap 24 órájában használható. Az átadón a Somogyi megyeszékhely polgármestere azt mondta, a mai kor könyvtára már nem egyszerűen a kölcsönzések helyszíne, hanem igazi közösségi tér is. Kölcsönző automata a könyvtár hátsó bejáratánál, a korszerű berendezés óvodások közreműködésével a város polgármestere és a könyvtár korábbi, illetve jelenlegi igazgatója adta át az olvasóknak. Bravo! Kisasszony felavatta a könyvautomatát. Az automata ötlete a koronavírus járvány miatt bezárt könyvtárban tavaly vetődött fel. Kinyit az ajtó. Van, az érintésmentes kölcsönzés mellett az automata másik nagy előnye, hogy a nap 24 órájában használható. Nem tartunk mostanában könyvvasárnap napot, hiszen nincs olyan kifogás, hogy zárva volt a könyvtár, bármikor vissza lehet hozni, egy egyszerű mozdulattal az olvasójegyen található vonalkódot becsippantjuk és visszaadjuk a könyvet. És ha valakinek ugye van számítógépe, akkor egyszerűen kérhet is tőlünk könyvet, úgy, hogy a könyvtárunk honlapján van egy link, ahol leírja, hogy például kell a Rumini, vagy a Pál utcai fiúk, és mi visszaírunk, hogy a könyvet betettük az automatába, és bármikor el lehet jönni vasárnap is, éjjel kettőkor is, és át lehet venni a könyveket. Szita Károly polgármester pedig az átadónak könyvtárak szemléletformáló, ismeretterjesztő és közösségépítő hozadékairól beszélt. A könyvtár ma már nem csupán arra kell, hogy szolgáljon, hogy bejövök, beiratkozom, könyvet kölcsönzök, hazaviszem, kiolvasom, visszahozom, vagy helyben ott maradok, ott olvasom el az újságokat, hanem a könyvtárnak közösségi térré kell válni. Igazi közösségi térré, ahova be lehet jönni, be kell jönni, mert olyan programok vannak. A kaposvári könyvtár e vonatkozásban eddig is élen járt, az intézményben ugyanis rendszeresen szerveznek családi és kézműves programokat, klubfoglalkozásokat, író-olvasó találkozókat. Végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Flórián nap, kitüntetést és jutalmat vehettek át Bonyhádon Tolna megye tűzoltói. Félmaraton Szekszárdon, hegyen völgyön átfutottak a résztvevők. Programot hirdettek a polgárőrök, cél a kis települések biztonságának fokozása. Határtalanul program, erdélyi és felvidéki diákok voltak a vendégek. Kedden alapvetően napos, kora, nyáriasan meleg idő várható. Délután kisebb gomoly felhősödés zavarhatja meg a napsütést. A gomoly felhőzetből elszórtan kialakulhatnak záporok, egy-egy zivatargóc. Gyenge, változó irányú légmozgás lesz jellemző, csak zivatarok környezetében erősödhet meg a szél átmenetileg. Éjszaka gyengén felhős, eseménytelen időig érkezik. Friss hírekkel legközelebb kedd este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!